sok embert Isten is elfér. Köszönjük, hogy itt vannak, és beszámolok arról, ami itt történik. Persze, de nagyon fontos dolog történik. A fővárosi közgyűlés tagjai az elmúlt 4 évben azt gondolom, hogy kiváló példát adtak a magyar politikai kultúrában. Az együttműködésről, a szolidaritásról, a viták felvállalásáról, de mindig annak a célnak, a közös célnak alárendelve, hogy ezt a város szolgáljuk. Hogy ebben a városban ne uralkodni akarjunk, hanem az embereket szolgáló politikát folytatni. És látjuk azt, hogy a Fidesz csak abban mesterkedik, csak abban reménykedik, mi valamilyen módon éket ver a fővárosi közgyűlést alkotó politikusok és pártok közé. Elsősorban azért vagyunk itt, hogy megüzenjük mindenkinek, elsősorban a budapestieknek, másodszorban a Fidesz politikai kottáját író étszezgébeleknek, hogy ez nem fog működni. A fővárosi koalíció az elmúlt években nagyon sok válságot kezelt. És tényleg egy emberként küzdöttünk azért, hogy a ránk bízott feladatot el tudjuk végezni, és azt a bizalmat, amit kaptunk, meg tudjuk szolgálni. És pontosan tudjuk azt, hogy a hatalom mennyire nehezen viseli azt, a Fidesz mennyire nehezen viseli azt, hogy van Magyarországon egy sziget, és persze más szigetek is, amelyben nem ők fújják a nótát, ahol nem úgy táncolnak, ahogy ők szeretnének, ahogy szeretnék. Nasser Máté polgármester asszonyt a ellenzéki szavazók bizalmából a testületbe került jobbikosok elárulták, egy tálencsére eladták az erkölcsi és politikai tőkéjüket, ez az majd az itt élő székeli állva elszámolnak a lelkismeretükkel és a jóistennel. De ettől még nincsen igazuk. És azok a vádok, amelyekkel illetik Nasser Máté a polgármester asszony, ezek nyilvánvalóan nevetségesek és hazugak. És az, hogy most itt van tulajdonképpen a teljes fővárosi közgyűlési többség, ez egy nagyon világos üzenet, hogy kiállunk polgármester asszony mellett, és minden tagunk mellett, akit igazolul megtámadnak. És igenis a budapestiek többségének a bizalmát megszerezve ezt a várost tovább fogjuk vezetni, egy sokszínű, adott esetben demokratikus vitákkal fűszerezett, de mégiscsak egységes koalícióval ezt a várost átviszük a 21. században, bent tartjuk Európában, zöldebbé és szolidárisabbá tesszük, és folytatjuk azt a munkát, amit elkezdtünk. Ebben a munkában természetesen számítunk polgármester asszonyra is, aki teljes mértékben élvezi a koalíciós pártok és a fővárosi közgyűlés tagjainak a bizalmát. Tisztelettel köszöntök mindenkit, és külön tisztelettel és szeretettel a fővárosi közgyűlés ellenzéki polgármestereit és képviselőit, és elmondhatatlanul hálás és meghatott vagyok, hogy itt lehetünk így együtt, és kiállnak mellettem. Egy választáson lehet úgy indulni, hogy az ember a város vezetői elkötelezettségéről, képességeiről és szorgalmáról tesz tanúbizonyságot, meg lehet úgy neki indulni, hogy választás előtt fél évvel törvényeket módosítunk és lejárató kampányt indítunk esélyes polgármesterjelöltek és képviselőjelöltek ellen. Én nagyon sajnálom, hogy az első kerületi Fidesz az utóbbi módszert választotta, és most már hetek óta egy lejárató kampány folytat ellenem. Miközben egyébként fővárosi szinten meg lejárató kampány folytat a főpolgármester ellen és az ellenzéki polgármesterek ellen is. Mi itt együtt a budapestiekért, és én külön az első kerületiekért is dolgozunk, azért, hogy ez a város fejlődjön, és az itt élőknek jobb legyen. Ez egy koncepciós eljárás, aminek a rendkívüli képviselőtestületi ülését mára hívták össze. Az, hogy ez egy koncepciós eljárás, onnan is látszik, hogy szándékosan szerdára a fővárosi közgyűlés idejére hívták össze, miközben tudták, hogy a kerületiek által megválasztott polgármesterként nekem kötelességem a fővárosi közgyűlésben megjelenni, és ott szavazatommal részt venni az ülésen. Nagyon hálás vagyok a polgármestertársaimnak, hogy ilyen módon kiállnak értem, és köszönöm szépen mindenkinek, aki érti és látja, hogy mi történik, és kifejezi a szolidaritását mellettem, mellettünk, mert hogy a kerület az első, és a budapestiekért dolgozunk. Köszönöm szépen!